Minden alkalommal úgy vagyok itt, hogy nagyon sokszor úgy érzem, hogy üresen, mint egy üres edény, és őrá várok, őrá várunk, hogy töltsön be bennünket, hogy töltsön be a szeretetével, hogy adjon kijelentést, hogy tanítson bennünket. És olyan jó, hogy van erre egy ígéretünk, hogy nem vagyunk elveszve, nem kell egymást tanítsuk, mert a Szent Szellem megvan nekünk. És ő tanít bennünket, és kijelent igazságokat. És persze készséggel hallgatjuk az igét, fogadjuk az igét, ahogy láttuk ezt a Béreabelieknél, Apostolok cselekedetei 17-ben, készséggel fogadjuk a hirdetett igét, még akkor is, ha esetleg egy picit másképp van, mint ahogy én gondolom, készséggel fogadhatjuk, és aztán mehetünk az igéhez, és megvizsgáljuk, hogy vajon így vannak-e ezek a dolgok. És a Szent Szellem elvégzi a munkát a szívünkbe. Úgyhogy ez jó. Elkezdtünk, hát mindig ezt mondom, hogy elkezdtünk beszélni, meg benne vagyunk egy sorozatban, mert fogalmam sincs, de azt érzem, hogy az Úr így visz bennünket előre, így lépésről lépésre, és mintha így egymásra épülnének így ilyen kocka a kockára, tégla a téglára. És sokat beszéltünk a tavalyi év során, arról, hogy Isten ő az édesapánk, ő a szerető édesapánk, hogy a viszonyunk az valami teljesen új, mint amit hittünk sokáig. Hogy már nem egy szolgai viszonyban vagyunk Istennel. Van egy új szövetség. A régi elmúlt, és ezt nagyon sokszor mondjuk, nagyon sokszor hangoztatjuk. Új bor, új tömlő, új szövetség. Azért nem tudom, hogy ti hogyan vagytok, honnan jöttetek, hol szocializálódtatok, de én keresztény családban nőttem föl. És bizony nagyon sok igét hallottam gyerekkoromban, de nagyon sokáig egy kevert evangéliumot hallottam, mert a Biblia az akkora, olyan nagy, és ott van benne az ige Timóteusban, hogy az írás, hogy van, hogy sosem származott a profécia önkényes akaratból, most ez szabad fordítás, mert nem kerestem ki, de az a lényeg, hogy az írás minden igéje, szól hozzánk, és hasznos a tanításra, a feddésre, igazságban való nevelésre. És hát akkor az a Biblia, annyi vers van benne, és annyi ige van, és hát nem is kell nagyon messzire lapoznom, csak kinyitom a római levelet, Róma 3-nál, és ott van benne az, hogy Isten üdvösséget, örök életet ad, megfizet mindenkinek a cselekedetei szerint. És aztán csak egy pár fejezettel lapozok tovább, még ugyanaz a levél, és Pál ugyanabban a levélben azt mondja, hogy nem cselekedetek által van az üdvösség, hanem hit által. Nem? Hát annyit olvasok, aztán olvasom az új szövetségbe, hogy a paráznák nem mennek be az Isten országába. Aztán még nem megyek vissza az Ószövetségbe, még mindig az Újszövetségbe vagyok, kinyitom az evangéliumokat, és Jézus meg azt mondja a farizeusoknak, hogy hát a paráznák megelőznek titeket az Isten országába. Fogom az egyik verset, meg a másik verset, és azt látom, hogy szemben állnak egymással. Fogok megint egy verset, és szemben állnak egymással. Annyi minden van. És erre mondta az Úr Jézus, hogy új bort nem lehet régi tömlőbe tölteni. Mert a tömlő is szétszakad, meg a bor is kifolyik. És új bor, új tömlőbe. Van egy új szövetség. És meg kell tanulnunk helyesen hasogatni az igazság beszédét. Az igazság beszédét hasogatnunk kell. És nem mindegy, hogy hasogatom. Mert az igazság beszédéből olyan ítéleteket tudok kiolvasni. Úgy szét tudom verni valakinek a fejét a Bibliával. 20 évig tanultam. Bármikor meg tudom csinálni. Bármikor. Képes vagyok rá. De vajon kérdés, hogy az Úr szelleme ott van-e ebben? Vajon kérdés, hogy az ő szelleme ott van-e benne? Új szövetség van. Új szerződés. És ez nem egy szerződés kiegészítés, ami egy hozzátoldás lett a régi szerződéshez, és még él tovább a régi is, és hozzájön az új, hanem ez egy teljesen új szerződés. A régi elment a kukába,
mert nem volt megfelelő, és egy új szerződés van. Sőt, már a régiről, amit mi réginek mondunk, ez az Ószövetség, ez a Mózesi szövetség, már előtte is volt egy ábrahámi szövetség, amire viszont azt mondja az ige, hogy amikor a Mózesi szövetség megérkezett, az nem helyezte hatályon kívül az ábrahámi szövetséget, ugye? Azt mondja az ige valahol, hogy a 450 évvel korábban keletkezett ígéreteket nem teszi semmissé a mózesi törvény. Sőt, amikor az áldásokról beszélgettünk, és néztük a mózesi szövetséget, nem tudom most miért erről beszélek, de hiszem, hogy erről kell. Tehát amikor megnéztük, hogy hogy adatott a mózesi szövetség 2 Mózes 19-ben, akkor ott láttuk, hogy ez nem Isten terve volt. Isten eredeti terve az új szövetség volt. 2 Mózes 19-ben, 2 Mózes 20-ban jön a törvény, akkor adatik a mózesi szövetség, és 2 Mózes 19 írja le, hogy hogyan érkezett meg az a szövetség. Az új szövetség Galácia valahol, megint nem tudom fejből, nem ezzel készültem, csak most ezt érzem, hogy a Szent Szellem ezt mondja. Galácia levélben valahol azt írja, hogy beszél Isten kegyelméről, és azt írja, hogy a mózesi szövetség közbe jött. Ja nem, ez Róma mondja, de a törvény közbe jött, igen, megvan, a törvény közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. A törvény közbe jött. És ez a szó, hogy közbe jött, ez az eredeti görögbe azt jelenti, hogy besurrant a küszöb alatt, becsúszott, beékelődött, befurakodott. A törvénynek az érkezése nem Isten terve volt. Ha 2 Mózes 19-et megnézed, kinyitod és elolvasod, amikor a törvényadás történik, akkor Isten azt mondja Mózesnek és a népnek, hogy jól láttátok, hogy hogyan hoztalak titeket ki Egyiptomból sas szárnyakon. És elkezdi mesélni, hogy Egyiptomból a kegyelméből hozta ki őket, a kegyelmével, nem törvénygondolkodás alapján, kihozta őket Egyiptomból, és a zsidó nép folyamatosan átkozta Istent. Folyamatosan, és Isten csak kegyelemmel bánt velük. Kihozta őket Egyiptomból, a 10 csapásból nem tanultak, odaértek a tengerpartra, balról hegyek, jobbról hegyek, hátulról az üldözők, előttük a Vöröstenger, és a nép szitkozódott. Hát azért hozott ide az Isten bennünket, hogy itt megdögöljünk hátulról az egyiptomiak. Erre Isten szétnyitotta előttük a Vöröstengert, átvitt őket a tengeren. Alig, hogy átértek, meglátták, hogy pusztába értek. Hát azért hoztál ide minket, hogy szomjan dögöljünk a pusztába. És Isten az átkozódásért a hálátlanságra nem hálátlansággal felelt, nem küldte el őket, nem hozta rájuk a babiloniakat, az csak a törvény rendszere alatt volt. A szövetség alatt, mert nem tartották meg a szövetségét, megszegték a szövetséget. Itt Isten kegyelemmel bánt velük. Isten vizet fakasztott nekik a sziklából. Megjön a víz a sziklából, a nép megint szitkozódni kezd. Azért hoztál ide minket, hogy éhen dögöljünk a pusztába. És Isten mannát adott nekik. Azért hoztál ide minket, nincs hús, bárcsak visszamehetnénk Egyiptomba. És Isten azt, ahol Egyiptomba, ahol van fokhagyma, és Isten adott nekik húst. Nem tudom, hogy fokhagymát adott-e, de egy jó kis sült húsi az mindig fokhagymás. Lehet, hogy fokhagymát is adott, nem tudom, de a lényeg az, hogy áldotta őket, és kegyelemmel bánt velük. A törvénynek sehol nem volt, még híre se volt. És azt mondta nekik Isten, hogy azt őrizzétek meg a szövetségemet, azt, amit Ábrahámnak adtam, a kegyelem szövetségét. Őrizzétek meg a kegyelem szövetségét. Szorítsátok oda a szívetekhez. Ez van az eredeti héberben. Ünnepeljétek meg, mert én azt akarom, hogy begyertek a sátramba mind. Ezt mondja Isten, gyertek be a sátramba mind, és papok királysága és szent nép lesztek. Volt a sátor, a szentek szentje, ahova a törvény alatt nem léphetett be senki. Isten jelenlétében senki nem léphetett be, mert Isten szent, és a törvény rendszerében, a cselekedet rendszerében senki nem tudott Istennek megfelelni. Csak áldozatokon keresztül egy évben egyszer a főpap. És tudjátok, az új szövetségben, 2 Péterben Isten azt mondja nekünk, hogy ti papok királysága és szent nép vagytok. Megvan ez az ige, azt mondja, ti papok királysága és szent nép vagytok. Ez azt jelenti, hogy mindannyian papok vagyunk, tehát mindannyian mehetünk a szentek szentjébe, Isten jelenlétébe. Most a 2 Mózes 19-et elolvasod, ott Isten ugyanezt mondja
a zsidó népnek, hogy ti lesztek papok királysága, szent nép, az én választott népem minden nemzet közül, ha megőrzitek azt a kegyelmi szövetséget, amit Ábrahámmal kötöttem. És erre a nép azt válaszolja Istennek, Mózesnek, menj föl te a hegyre, beszélj Istennel, mert mi nem akarunk Istennel beszélni, és legyen úgy, mint ahogy a környező népeknél, hogy az Isten törvényt ad nekünk, megmondja Isten, hogy mit csináljunk, és mi betartunk minden törvényt, és meg fogunk cselekedni mindent. És ebben a pillanatban, amikor a nép törvényt akar és cselekedett rendszert, ebben a pillanatban Isten hangnemet vált. Az az Isten, aki azt mondja nekik, hogy gyertek be a sátramba, mindannyian, gyertek be, mert közösségben akarok lenni veletek. Ez az Isten ebben a pillanatban azt mondja, hogy vonj határt a nép körül, senki ne menjen a hegy közelébe, aki oda megy, annak meg kell halnia. Mert abban a pillanatban, ahogy a törvény rendszerében kezdek gondolkodni, abban a pillanatban, ahogy abban kezdek gondolkodni, hogy én képes vagyok megfelelni Istennek, bármit csinálni, bármi olyat, amivel elnyerhetem Isten tetszését, abban a pillanatban meg kell halni. A törvényben csak halál van. A törvényben halál van. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy a törvény a halál szolgálata. Úgyhogy egy új szövetség van, új szemüveg. És nem tudom, ezt miért mondtam el, miért kellett elmondani, de ide kívánkozott. Úgyhogy egy új szövetségben vagyunk. És hiszem azt, hogy Isten beszélni akar nekünk arról, hogy kik vagyunk mi az új teremtésbe. És néhány alkalommal beszéltünk Jakab leveléről, és az volt az üzenet cím, hogy a tökéletes tükör, vagy ki vagy te valójában. Isten arról akar beszélni nekünk, hogy kik vagyunk mi az új teremtésben. Azért akar beszélni nekünk erről, mert nap mint nap nem az új teremtésünkkel találkozunk. Nap mint nap a testtel találkozunk. Kívülről ezt látjuk. Újjászülettem, nem tudom, hogy ki élt át borzongást, vagy bármit, csodás, hogyha jár élményekkel, de nagyon sokszor nem látjuk a változást. Ha indulatos voltam előtte, lehet, hogy indulatos vagyok utána is. Ha dohányoztam előtte, van, aki megszabadul abban a pillanatban, van, aki évekig küzd vele. Nincs olyan hirtelen nagy változás kívül, amit láthatnék. Azért nem, mert az ige azt mondja, hogy szellemben születtünk újjá. Ezt tanítja a Biblia, hogy az ember az egy hármas lény. Test, lélek és szellem. És mi lélekben gondolkozunk, ott van az én képünk, az önbecsülésünk, a gondolataink, az érzéseink, minden lélekben van. És a lelkünket állíthatjuk a testünkhöz, érezhetjük úgy magunkat, amit testben látunk, hogy megint elbuktam, káromkodtam, ideges voltam, stb. Vagy a lelkemet hozzátapaszthatom a szellememhez. Erre mondja az ige, hogy éljetek, járjatok szellem szerint. Mert szellemben új teremtések lettünk. Új teremtés. Isten újjászült benneteket a beszéde az igéje által, és romolhatatlan magból egy tökéletes lény született meg benned szellemben. Egy tökéletes lény. És Isten ezért akar beszélni nekünk arról, hogy kik vagyunk mi. Ezért akar beszélni neked arról, hogy ki vagy te szellemben. Ki vagy te úgy, ahogy ő lát téged. Hogy fölismerd az új identitásodat. Mert ahogy fölismerjük az új identitásunkat, ahogy a lelkünket a szellemünk mellé állítjuk, abban a pillanatban a szellemből elkezd áradni az élet a lelken és a testen keresztül, és egy teljes egység, egy teljes integritás lesz. És abban a pillanatban az új életet, Isten királyságát, ezt az életet megéljük, az örök életet már itt a Földön. Az örök élet nem valami, amire várunk, hogy majd eljön. Azt mondja a Biblia, aki hisz, annak örök élete van. Ezt az életet már itt most megélhetjük. Ezt az életet már itt most megélhetjük. És abban a pillanatban van egy teljes integritás. De ehhez az integritáshoz nekem le kell vennem a szememet a láthatóról. A láthatóban van minden, ami testi, a láthatóban van minden, amit a világ mond nekem magamról, és a szemeinket a nem láthatókra kell tennünk. A szemeinket a szellemire kell tennünk. Az ige azt mondja, Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én beszédem szellem,
és élet. Azt mondja, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Úgyhogy el kell kezdenünk figyelni arra, hogy mi történt szellemben. Melyek a szellemi igazságok. És magunkkal kapcsolatosan, az identitásunkkal kapcsolatosan, hogy kik vagyunk mi. El kell kezdenünk Isten szavának hinni. És nem annak hinni, amit itt látok a torz tükörben ebben a világban, hanem el kell kezdenem hinni annak, amit a tökéletes tükörben látok, amiről Jakab 1 beszél, aki belenézett a szabadság tökéletes törvényébe, és nem feledékeny hallgató. Aki feledékeny hallgató, az olyan, mint aki egy tükörben megnézte a saját ábrázatát, és elfelejtette, amit látott. De aki nem feledékeny hallgató, hanem tevékenyé válik ebben, azt boldoggá fogják tenni a cselekedetei. Erről beszéltünk. Aki megnézi magát, az új identitását a tükörben, az igében, és az igében Krisztust látom. Jézus Krisztust látom mindenhol. Ő mondta azt a farizeusoknak, hogy az írások rólam beszélnek. Nem egy módszertant adnak a kezedbe, hogy hogy kell élni, nem egy törvényt adnak a kezedbe, hogy hogy viselkedj. Olvasd az írást, és engem fedez föl belőle. Jézus ezt mondta az Emmausi úton a tanítványoknak. Elkezdte magyarázni nekik az írásokat Mózestől és az összes prófétától kezdve, azokat a dolgokat, amelyek ő felőle megirattak, amelyek Jézus Krisztus felől megirattak. Jézus Krisztus van az egész írásba, és ahogy nézem a tükröt, az írást, Krisztust fedezem föl. És ahogy Krisztust fedezem föl, rájövök, hogy ez egy tükör, és a saját új ábrázatomat látom, azt, aki lettem szellemben. Ezt kell megértened, hogy szellemben egy tökéletes lény vagy. Isten jókedve, tetszése szerint teremtettél egy romolhatatlan, tökéletes magból. És Isten így lát téged. Efézus 1 rögtön az elején azt mondja, hogy az ő, akik az ő szemeiben tökéletesek vagyunk. Az ő szemében te tökéletes vagy. És minden más, annyi tanítást hallunk a gyülekezetben, annyi mindent hallunk, módszertant, szinte világi módszertant, hogy hogy éljük az életünket, hogy jobbítsuk meg az életünket, hogy higgyünk jobban, hogy tartsunk ki a hitben. Mind-mind arról, hogy mi mit csináljunk, hogy nekünk mit kéne tenni. És közben semmit. Azt mondja Krisztus, hogy menj be a szombat napi nyugalomba, én megcselekedtem mindent. Neked semmit. Egyet tegyél, nézd bele a tükörbe, és nézd meg, hogy én mit tettem veled. Hogy én mit adtam neked ajándékba. Egy új személyiséget, egy új identitást. Újjá szültelek téged romolhatatlan mennyei magból. Egy mennyei teremtés vagy, egy tökéletes lény romolhatatlan mennyei magból. Azt mondja Krisztus, hogy nézd meg ezt a magot, nézd bele a tükörbe, nézd meg, hogy ki lettél te, és ahogy fölismered Krisztust, ahogy őt látod, ahogy őt csodálod, két korintusi levél beszél még a tükörről, ugye Jakab beszélt a tükörről, hogy nézd meg magad és ne felejtsd el, mit láttál, és két korintusi levél beszél a tükörről. Az egyik azt mondja, hogy mi, mint egy tükörben fedetlen arccal Krisztust szemléljük, és a szemlélés miközben őt csodáljuk, napról napra dicsőségről dicsőségre változunk át, a külsőnkben megjelenik az, amit a belsőben látunk Krisztusban, napról napra változunk át. Egy Korintus viszont azt mondja ugyanerről a tükörről, hogy most homályosan látunk tükör által. És két verssel később azt mondja, hogy akkor viszont, amikor a mennyben ott leszünk Istennel, akkor színről színre fogunk látni, és akkor úgy fogom ismerni magamat, ahogy engem is ismer az Isten. Tehát egy Korintus azt mondja, hogy a tükörben magunkat nézzük, érted? Kettő Korintusban azt mondja Pál, hogy a tükörben Krisztust nézzük, és ezáltal változunk el. Egy Korintus azt mondja, hogy a tükörben tulajdonképpen azt látjuk, ahogy minket ismer Isten. Magunkat nézzük, és azért látunk homályosan, mert nem ezekkel a szemeinkkel nézzük. Mert ezekkel most nagyon tisztán látunk. Még ha elég távol van valami, ami közel van, már nem biztos, hogy ilyen tisztán látom. De ezekkel a szemeinkkel itt most tisztán látunk. A külső dolgokat tisztán látjuk. A szellemi valóságot pillanatnyilag tükör által látjuk homályosan. Honnan láthatom? Az igéből. Oda megyek az igéhez, nézem az iget, és az ige tükrében látom a szellemi valóságot. Nem érzed, a fizikai lényedet érzed,
érzed, a lelkit is érzed. Reggel rossz kedvem van, jó kedvem van, azt a lelkedben érzed. A szellemedet nem érzed sehonnan. Ahhoz, hogy tudd, hogy ki vagy te szellemben, ahhoz oda kell menni az ige tükréhez. És el kell olvasni, hogy romolhatatlan magból szültelek újjá. Tökéletes vagy, mennyei lény vagy, egy vérből való vagy, Jézus Krisztussal testvére vagy Jézus Krisztusnak. Az Atya szeretett gyermeke vagy. Ez sehol nem mondja a világ. Ezt a tükör mondja, a tökéletes tükör, az igének a tükre. Úgyhogy ezért megyünk az igéhez. Nem törvény miatt megyünk, nem azért megyek az igéhez, mert minden nap olvasnom kell 30 percet a Bibliát, és aztán térdeimen állva, kukoricán térdepelve, vezekelve imádkoznom kell még 30 percet, és kipipáltam a mai napot, akkor az Isten biztos meg fog áldani, mert imádkoztam is, meg olvastam is. Nem ezért megyek. Isten már megáldott, már mindent neked adott, már minden a tiéd. Azért megyek oda, mert ebben a rahat világban sehol nem látom, hogy mi az enyém, hogy mi az, amit Isten már odaadott. Mert ez a világ a sátán hatalmában van, és hazudik neked. Hazudik arról, hogy ki vagy. Gyenge vagyok, esetlen vagyok, béna vagyok, hülye vagy, már ez sem ment neked. Ezt mondja a világ mindenhol. És oda megyek az Atya szerelmes leveléhez, érted? A tökéletes tükörhez, a szerelmes leveléhez. És hallom, amit a szellem mond rólunk, az apukámról, a kapcsolatunkról, és arról, hogy én ki vagyok, érted? Hogy újjászült, hogy én vagyok a szeme fénye, hogy mindig velem volt, hogy soha el nem hagyott, soha el nem maradt tőlem, bármit csináltam, ő mindig velem van, érted? És bújom, és ez kell, ez az igazság kell nekem, semmi más, ezt a tükröt akarom. Nem egy cselekedett programból, hanem mert ebben van élet, érted? Ebben van élet. Kidobjuk a mai üzenetet, de ebben van élet. Érted? És azt hiszem, hogy ha elkezdjük ezt meglátni, ha megnyílnak a szellemi szemeink, és elkezdjük látni azt, hogy Isten lát bennünket, ahogy Isten gondolkodik rólunk, ha elkezdjük meglátni, megérteni az új identitásunkat, hogy kik lettünk mi Krisztusban, ez hihetetlen tágas térre helyez bennünket. Egy teljesen más valóság, egy igazi élet, ahol nem azért csinálom, amit csinálom, mert muszáj, mert jó fiú akarok lenni, hanem azért, mert szabad vagyok, mert minden hatalom megvan hozzá, minden erő megvan hozzá, és teljes hit van hozzá. Teljes hitet kaptunk ajándékba, ezt mondja az ige, teljes hitet, Krisztus hitét megkaptad ajándékba. Ezt mondja a Biblia. Tudom, hogy nem hallottad, én se hallottam. Tudom, hogy a fordítások se ezt mondják, mert a fordítók se merték lefordítani. A fordítók mindig, azt hitték, hogy nekünk kell valamit csinálni. És mikor már Luthernek kezdett derengeni valami, hogy az üdvösség nem cselekedetek által van, hanem hit által, még mindig a régi tömlő gondolkodással kezdte el az új bort fordítani, és mindenhova azt írta, hogy a Krisztusba vetett hited által fogsz élni. De nem az van az eredetibe, hanem az, hogy a Krisztusnak a hite által fogsz élni. Az ő hite által. Az ő hite által. Galata 2:20. Egy fölismerés. Eddig azt hittem, hogy én kell görcsösen éljem az életemet. Eddig azt hittem, hogy én fogom görcsösen élni. Nekem kell hinni. Nekem kell kitartani. Nekem kell kapaszkodni. Hitáltal megkaptam az üdvösséget. Nem szabad elveszítenem ezt a hitet. El ne veszítsem. Szorítanom kell. Nehogy megtagadjam. Nehogy megtagadjam. Mert van ilyen ige a Bibliában, hogy aki megtagadja, annak kampó. Hát van egy ilyen ige, de az, hogy 10 van, ami vele szembe megy, az, hogy mi mindig hűtlekedünk, de ő hű marad, azt akkor nem hallom.
Azt, hogy Péter káromkodva szitkozotta meg, akkor azt is ignorálom, mert azt az egy igét figyelem, hogy ha megtagadsz, akkor én is megtagadlak. Nem értem, hogy mi van odaírva, de képes vagyok ráépíteni egy tant. De érted, hogy Krisztus a hitét neked adta, Galata 2:20, és Pál azt mondja, hogy halleluja, azt a mindenit, micsoda valóság. Hiszen egy új világ jött el, egy új valóság. Szellemben, amit eddig nem láttam, ott volt a régi természetem, a régi ádámi természet, aki bukik, aki mindig elveszíti a hitét, aki nem képes Istenben bízni. Azt mondja az ige róla, a régi természetről, az ádámi természetről, hogy mondja, ha akar, sem képes engedelmeskedni Istennek, mert nem képes rá. Nem tudom, szabad fordítás, ezt mondja valahol, nem képes rá az ádámi természet. Hát láttad a paradicsomban mi volt? Te képes lennél? Hát Uram, hát egy ilyen világ lenne, mint ötcsillagos, all-inclusive wellness. Minden készen, gyümölcsök, és hát olyan gyümölcsök, hogy nem kell húst tenni mellé. Ma kell, jó, mindegy, most van, aki azt mondja, hogy nem kell, tök mindegy, ma eszünk húst, mert a mai növényekben már nincs benne az a tápanyag. Tudom, most nem akarok ebbe belemenni, ki vega, ki nem, teljesen mindegy, tök mindegy, de tehát a Bibliában is látjuk, hogy később elkezdtek húst tenni. Én hiszem azt, hogy a teremtés csodás állapota, ahogy az ember rombolta le a bolygót, úgy pusztult le, aztán ott volt az özönvíz. Én azt hiszem, hogy a paradicsomban az akkori gyümölcsök, hát már csak az ígéret földjén olyan szőlő volt, hogy egy fürtöt ketten hoztak rudon. Oké, mi lehetett a paradicsomban? Tehát ott én azt gondolom, olyan gyümölcsök voltak, az minden igényt kielégített. Ötcsillagos, all-inclusive wellness. Bármikor, ingyen, narancssárga karszalaggal, ki van fizetve neked az egész, Isten így megteremtette, bármikor mész be a bárba, facsart, juice-levet kérek, és kész. Ötcsillagos wellness. Hétcsillagos, igen. Várjál, és a tulajdonos minden nap hűs alkonyatkor ott járt az Isten az Ádámmal, és tanította. Érted? És ebben a helyzetben képes volt nem hinni. Ezt érted? Ebben a helyzetben képes volt a sátánnak hinni Istennel ellentétben. Képes volt a bizalmát a sátán hazugságába vetni Istennel ellentétben. Mindene megvolt, ötcsillagos, hétcsillagos luxus wellness, és a sátán azt mondta neki, hogy Isten nem jó, nem szeret téged, sőt, nem fogad el téged, mert ahhoz, hogy megfelelj neki, enned kell erről a fáról. És Ádám inkább bízott a sátánban, és a hitét elveszítette, a hitét Istenben megtagadta. Érted? Akkor milyen alapon várod te azt, hogy majd te a hitedben kitartasz? Milyen alapon várod azt, hogy majd te testből, nem szellemből, testből? Ugye? Mert ha törvényt adunk, ha törvényt prédikálunk, és a gyülekezetig évtizedekig ezt prédikálták, hogy az üdvösség megtartása cselekedetek áll, hitáltal kaptad, de cselekedetekkel kell megtartani. Vannak bocsánatos, meg nem bocsánatos bűnök. Ez régi teológia, már lejárt, erről hál' Istennek nem kell beszélni. A gyülekezetek nagy többség azt hiszem fölébredt, és megértették, hogy az üdvösség nem cselekedetek által van, hanem hitáltal, és ahogy hitáltal kaptuk, úgy cselekedetek által nem lehet elveszíteni. Ahogy a sátánt kidobták a gyülekezetek az ajtón, a sátán visszajött a hátsó ablakon. Azt mondta, nem rúgtok engem olyan könnyen ki, nem fogod te olyan könnyen elhinni azt, hogy az Isten jó, és az Isten szeret, és az Isten, ő az apukád, és mindent neked ad tisztán ajándékba szeretetből, én visszajövök a hátsó ajtón, és beteszek valamit megint, neked tenned kell valamit, neked enned kell a fáról, nincs ez olyan könnyen, hogy az Isten csak úgy oda adja, és a tiéd, és biztos lehetsz benne, és örök biztonságod van. Nem, te bizonytalanságba leszel, bejövök a hátsó ablakon. Oké, lehet, hogy arról már nem tudlak meggyőzni, hogy nem cselekedetekkel tartod meg, de figyelj, hittel, oké, hitáltal, ezt megtanították neked a kegyelem teológusok, hitáltal, figyelj, hittel, kiszont ki kell tartanod, a hitedben ki kell tartanod, érted, végig. Ki kell tartanod, mert ha elbuksz, ha a hitedben elbuksz, ha megtagadod, akkor kampó neked, hitben ki kell tartanod.
És a sátán visszajött a hátsó ablakon. Nem tudom, minek nézem a jegyzetemet, nem is erről beszélünk. És elkezdi tanítani ezt, hogy neked a hitben ki kell tartanod, mert ha a hited meggyengül, ha te megtagadod, akkor véged. Akkor véged. És tudod, ott van az egyházban a teológiai vita. És tudod, ezer igét lehet sorolni az egyik oldalon, ezret a másik oldalon, ami ide, oda. Ahogy az előbb mutattam, paráznák nem öröklik a mennyekországet. Jézus azt mondja, a paráznák megelőznek titeket. Hát minden témára lehet igét ide, igét oda. Mindegyikben van régi tömlő, meg új tömlő. Ha nem érted, keresd ki, hallgasd vissza a Párhuzamos Valóságok című prédikációmat. Egy évvel ezelőtti Párhuzamos Valóságok. Erről szól az egész üzenet, hogy a Bibliában két valóság húzódik párhuzamosan, két teljesen ellentétes valóság, és amelyikben hiszel, azt fogod megtalálni magadnak. Két teljesen külön világ, és mind a kettőben van valóság. És Jézus Krisztus oda ment a prostituálthoz, az iszákoshoz, és kegyelmet adott neki. Érted? És aztán oda jön hozzá a farizeus, az ifjú, a gazdag ifjú, aki mindent tökéletesen csinált, és megkérdezi tőle, hogy mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem, mit cselekedjek. Figyelj, és az a Jézus, aki a tajt részek bulizós lagziba a társaságnak bort csinált a vízből. Az a Jézus, aki az ötférjes samáriai asszony, aki lecsúszott, a legutolsó senki volt, a tűző napon ment a kúthoz, mert már az emberek előtt sem volt semmilyen becsülete, samáriai volt, se zsidó nem volt, se... legutolsó senki volt, érted? És Jézus oda ment hozzá, és leült a tanítványai, akik vele jártak 3 évig, annyira kiverte a biztosítók, hogy ők nem értették. Visszajötték, és nem értették, hogy egy nővel beszél. Nem értették, hogy egy samáriaival beszél. Mit beszél? Vizet kér tőle. Ez a Jézus. És aki azt mondja ennek a lecsúszott samáriainak, hogy az atya ilyen imádókat keres, mint te. Az atya összetört szíve ilyen imádókra vágyik, mint te. Téged keres. És az Istent nem Jeruzsálembe fogják imádni, és nem a hegyen fogják imádni, hanem szellemben, a te szívedben te fogod imádni, mert ilyen imádókat akar az atya. Azt, akik őrá vágynak, nem jutnak be a templom ajtón, mert nincs minősítésük hozzá, de az atya ilyen imádókra vágyik. És azt mondja neki, hogy te vagy az én választottam, te utolsó samáriai nő, ötférjes, lecsúszott, te leszel az első evangélistám. Ha az atya ilyen imádókat akar, mint te, én meg ilyen evangélistákat akarok. Te leszel az első prédikátorom, te leszel az első, kik azok, akik elmennek és viszik az evangéliumot? Hogy hívják? Misszionáriusom. Érted? Ez a Jézus, másik valóság, melyiket olvasott ki az igéből? Ez a Jézus, oda megy hozzá a gazdag ifjú, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet? A samáriainak semmit nem kellett. A samáriaira Isten megtört szíve vágyott, ilyen imádót keres. És amelyik azt, mit cselekedjek? Uram, én mindent meg akarok cselekedni. És tiszta volt a szíve. Tiszta volt, ártatlan volt a szíve. Ugyanúgy, mint Abiméleknek. Aki azt mondta az Istennek, hogy Istenem, hát a szívem tiszta, a kezeim tiszták, a szívem ártatlan. Ennek a fiúnak a szíve tiszta volt, a kezei ártatlanok voltak. Mit cselekedjek, hogy az örök élet az enyém legyen? Uram, mondd, mit tegyek? Kész vagyok bármire, bármire, bármire kész vagyok. Mit tegyek? Azt mondta neki, ismered a parancsolatokat. Figyeld ezt, mindet már megcsináltam, mi van még? Mindet megcsináltam. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Ez a Jézus, aki fölemel mindenkit. Szomorúan végignézi, ahogy a gazdag ifjú elmegy. És azt mondja neki, mindet megcsináltál? Még mindig van egy fogyatkozásod. Még mindig van egy fogyatkozásod.
Érted? Ha a test alapján akarsz hozzá menni, a cselekedetek alapján, hogy mit csináljak, hogy nekem mit kell, én hogy tudok Istennek megfelelni, akkor mindig lesz még egy fogyatkozásod. Mindig. Nincs vége ennek az útnak. Két valóság az igében, és te választasz, hogy az önigazság alapján, a cselekedeteid alapján akarsz Istenhez menni, az alapján, hogy te jó vagy, te hiszel, te megtartod, te kitartod, te hűséges vagy, te megcsinálod, vagy az alapján, hogy Uram, nincsen semmim, te választasz, és az egyik úton nyitva van az ajtó, a másikon meg kőtáblákba, kőfalakba ütközöl. Két valóság van az igében. Mindig nézem a jegyzetemet, de nem tudom miért. Ezt eltoljuk. Oké. Identitás. Két valóság. És Isten azt mondja, hogy kegyelemből történt valami, én cselekedtem valamit, hújjászültelek téged, és van egy új identitás. Szellemben. Járj szellemben. Ne a testre néz, ne arra néz, hogy te erőből mit tudsz megcsinálni, hogy neked milyen hited van, miben tudsz kitartani, mert nem a te hited fog téged megtartani, hanem az enyém, azt mondja Krisztus. Nem a te hited fog téged megtartani, hanem az enyém. Az a végtelen hit, amit neked adtam ajándékba. Galata 2.20. Végre megértem. Keresztre vagyok feszítve Krisztussal. Élek tehát többé nem én. Nem az én hitem. Nem az én hitemnek kell kitartani. Élek többé nem él, hanem a Krisztus él bennem. És így, hogy nem én, és nem is én élek, hanem a Krisztus, így ezt az életet már nem az én hitemmel élem, hanem a Krisztus hitével élem, ezt mondja. Ez van odaírva a görögbe, csak a fordítók nem merték lefordítani. Ezt az életet a Krisztusban levő hit által élem. És a fordítók úgy fordították, hogy a Krisztusba vetett hited által éled. De nem a te hited által éled az életet, amit Krisztusba vetsz. Nézd meg a szövegkörnyezetet, ott mondja, hogy én keresztre vagyok feszítve, és meghaltam, és ott csodálkozik rá, tehát nem is én élek, hanem a Krisztus. Úgyhogy akkor ezt az életet nem is az én hitem által élem, hanem a Krisztusban levő hit által. Ezt mondja a Károli, és ezt mondja a görög, így az életet a Krisztusban benne levő hit által élem. Krisztusban van benne egy hit, és Krisztus megvan benned. Az újjászületésnél beköltözött a szellemedbe, egyé lényegült veled. Te és Krisztus egy lettél, ez az új teremtés, egy új dicsőséges emberi lény szellemben. És így megvan neked Krisztus hite. Az az egyetlen hit, ami nem mond csődöt. Az az egyetlen hit, ami soha nem tagadja meg az atyát. Soha nem tagadja meg, és ez a garanciád, ezért nem tagadod meg te soha az atyát. Mert Krisztus nem tagadja meg. Ez az a hit, ami keresztül vitt az életen. Azt mondja Krisztus, ő volt az egyetlen. A sátán kikérte, egyik ember se volt. Emberi természetben senki nem volt képes kitartani. Krisztus tartott ki egészen a keresztfának a haláláig. A végén olyan megpróbáltatás volt, hogy az atya is csöndben maradt. A kereszten azt kérdezte, én Istenem, miért hagytál el engem? De a hitét mégsem veszítette el, hanem a végén azt mondta, atyám, a kezedbe teszem le az én lelkemet. Nem veszítette el a hitét. És beszéltünk erről, de elmondom még egyszer, Jób ennek az hitnek az előképe. Az egész Bibliában Krisztust látod, Krisztust olvasod. Ábrahám az atyának az előképe, aki odaadja a fiút, minden egy előkép. És Jób ennek a hitnek az előképe, akit kikért a sátán, megtépázta, Isten, már Isten se volt, azt mondta, jó, bárcsak az Isten elém állna, de nem veszítette el a hitét, és kitartott, és a végén azt mondta, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. És ezt a krisztusi természetet, amit mi erőből sehogy nem tudunk elérni, az ádámi természet, a testi természet ezt sehogy nem tudja elérni erőből, sehogy nem tudunk ilyen jók lenni. Ezt a krisztusi természetet megkaptad ajándékba. Ja, hogy nem érzed? Ja, hogy nincs bizsergés? Nincs, mert test, lélek
és szellem, az ember és szellemben kaptad meg. A testünk megváltására még várunk, majd az is meg fog történni. Szellemben megkaptad ezt a krisztusi természetet. Galata 2:20, élek többé nem én, hanem a Krisztus él bennem, így ezt az életet nem az én hitemmel élem, hanem a Krisztus hitével. Szellemben megkaptad. Úgyhogy ha fel akarsz épülni, akkor nem erőlködni kell, nem a konditerembe kell elmenni, szellemi izmokat gyúrni, kigyúrni magunkat erősre, erős hitet gyúrni. Azt mondja 1 Korintus 13, akár mekkora hited van, ha szeretet, az, ami fölépíti ezt a hitet, az isteni szeretet nincs, az egész olyan, mint a zengő, pengő, balon, cím, tányér, akármi, tök mindegy. Üres az egész, üres. Mert nem neked kell a hitedet kigyúrni, nem a te hited, amit a konditerembe kigyúrsz, és én aztán már olyan hívő vagyok, hogy parancsolok, és a hegyek a tengerbe ugrálnak meg mindenhova. Nem erről van szó, hanem én meg vagyok törve, én egy törött edény vagyok, én senki vagyok, én senki, de megkaptam ajándékba Krisztust, megkaptam az ő hitét ajándékba, ő él bennem, és innen tudom, hogy sinem vagyok, mert ő magát meg nem tagadhatja, ő hű marad, ő él bennem, és ő fogja ezt végigcsinálni, nem én. Az ő hitével élem az életet. Identitás. És tudod, elkezdtünk beszélni, egész jó, még van időnk. Elkezdtünk beszélni az üdvösség kérdéséről, örök üdvösség, és vitáznak a teológusok jobbról, balra, milyen igék szólnak mellette, mik ellene. És azt mondtam, hogy megnézzük az igei alapjait. És hiszem, hogy Isten kegyelméből megnézzük, meg át fogjuk nézni ezt a néhány verset. De ne állítsál nekem igéket ezzel ellentétbe, tudom, hogy van. A legfontosabbakat a következő alkalommal kivégezzük. Lehet itt teológiáról beszélni. Azt mondja a Szent Szellem, hogy ez nem teológiai kérdés. Nem teológiai kérdés, hanem az identitásodból fakad. Értsd meg, hogy ki lettél. Nem ott van a lényeg. Ha megérted azt, hogy egy új ember lettél, van egy új valóság, a régi elmúlt, van egy új valóság. Ezen múlik minden. Ezt kell megérteni. 1 Péter 1.23 azt mondja, hogy nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és maradandó igéje által. Romolhatatlan magból. Ez az, ami szellemben történt. Ez egy teljesen új valóság. Újjá születtél. Azt kell megérteni, hogy az örök élet, az nem valami olyan, amit megkaptál, és szorongatnod kell, meg dönthetsz felőle, hogy visszaadod, meg megtagadhatod. Mert ez akkor lenne így, hogyha a régi embered kapta volna az örök életet. A régi embered eldönthetné, hogy visszaadja vagy nem. De nem a régi embered kapta az örök életet, hanem a régi embered meghalt, és született egy új ember romolhatatlan magból. Egy új ember született. És az új mag, ami megszületett, ez romolhatatlan, és ennek az újnak van örök élete, nem a réginek. Az újnak, ami romolhatatlan magból született, ez egy tök más valóság. Ennek van örök élete, nem a réginek. Oké? A test az még meg fog halni, és lesz egy dicsőséges föltámadás. Vagy ha előbb az Úr Jézus visszajön, akkor kapunk egy megdicsőült testet, akkor nem halunk meg. A testre még várunk, de a szellemben a régi meghalt, és született egy új romolhatatlan magból. Ez innentől nem egy döntés, hogy te csinálsz vele valamit, ezt kell megérteni. És nem az igéket, hogy mi mellette, meg mi ellene. Az örök élet az nem csak valami, ami majd eljön, hanem ez egy minőségileg más élet, ami már most itt van. Az újjászületés pillanatától ez megvan neked. Benned van. Itt elkezdődik, azáltal, hogy újjászületsz, és a szellemedben megszületik egy új élet, amit hit által kezdesz élni. Erről beszéltünk, hogy a szellemet nem látom, hinnem kell. Isten igéjét, a tükröt nézem, és ebben kell hinnem. Most homályosan látjuk, ott fogjuk valósan igaziból látni. Ez az örök élet. 2 Korintus 5.17 azt mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régi elmúlt, és új jött létre. Ezt érted? Figyelj, maradj velem kérlek egy kicsit. A régi elmúlt, elmúlt. Ez egy isteni kijelentés. Elmúlt, és új jött létre. Nem kaptál valamit, hanem
te magad kicserélődtél. A régi én elmúlt, és egy új jött létre. Galata 2.20, erről beszéltünk. Krisztussal keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Úgyhogy milyen lehetőségek vannak innen az üdvösség elvesztésére vagy megtagadására? Hát mivel a régi elmúlt, és egy új jött létre, aki nem én vagyok, hanem a Krisztus, milyen lehetőségek vannak? Az első, benned él Krisztus, igaz? Aki igaz és szent, az ő szentségét kaptuk ajándékba. Ezért van teljes bátorságunk az Atya előtti bemenetelhez, mert Krisztus igazságával és szentségével megyünk. Tehát az egyik lehetőség, hogyha te elbukhatnád az üdvösségedet és ítéletre mennél, az, hogy Krisztus benned van, és Krisztus szentsége megy az ítéletre. Krisztus szentsége elbukik Isten előtt, Isten azt mondja, hogy ez kampó, Krisztus nem elég, nem elég tiszta, és megy ítéletre. Ez az egyik lehetőség, mert hogy nem te élsz, hanem Krisztus él benned. A másik lehetőség, ha ez nem tetszik, akkor vissza kell csinálni az újjászületésedet. Oké? Vissza kell csinálni az újjászületésedet. Vagy a benned élő Krisztus elhagy téged, és a meghalt emberedet Isten föltámasztja még egyszer, hogy ítéletre tudjon menni. Már egyszer megítéltetett, nincs kettős ítélet, egyszer már megítéltetett, mert meghalt Krisztussal, de a Krisztus kimegy belőled, és hogy ne essél össze, mert tehát élsz, létezel, a régi meghalt emberedet Isten föltámasztja, hogy még egyszer elküldje ítéletre. Már egyszer a kereszten meghalt, de ő elküldi még egyszer, ez az első. Keres hozzá, kérlek, Biblia verset. A másik lehetőség, tehát ebben a másik lehetőség, hogy visszacsináljuk az újjászületésedet, hogy Krisztus meghal benned. Tehát vagy elhagy téged, tehát vagy Krisztus megy ítéletre, az ő szentsége elbukik Isten előtt. Ugye? Vagy elhagy téged, és a meghalt embered föltámad. A harmadik pedig, hogy meghal benned Krisztus. Ő meghal, és annak az embernek, aki elmúlt, annak újra meg kell születnie. Hogy ítéletre menjen. Nem tudom, van más lehetőség? Ezeket látom identitás alapján. És tudom, jövünk itt a szabad akarattal, hogy hát Isten az embernek szabad akaratot adott, és senkit nem kényszerít a mennybe menni, és ez így is van, mert hit által fogadjuk el az üdvösséget. Ez nem automatikus. És akkor szeretném belemondani minden kritikusunknak, aki azt mondja, hogy mi univerzalizmust hirdetünk, és azt hirdetjük, mert ezt hallom vissza, hogy minden ember üdvözül. Nem, nem mondok ilyet. Hinned kell. Az evangélium teljes, ingyenes, mindenki, Krisztus kifizette a váltságot mindenkinek, de ezt neked el kell fogadni. Efézus 1.13. Miután hallottátok megmenekülésetek örömhírét, és miután hittetek, az Atya elpecsételt a megígért Szent Szellemmel. Hinned kell. Nem tanítok univerzalizmust. Hinned kell. De miután hittél, utána mit tud a szabad akarat tenni? Szabad akaratunk van. Ugye Isten nem kényszerít arra, hogy mennybe menjél. Szabad akarat. Figyelj csak, a szabad akaratunk nem képes bármire. A szabad akaratunknak vannak korlátai. Vannak olyan isteni kategóriák, amit a mi szabad akaratunk nem tud megérinteni. Ezt kell megérteni, hogy a szabad akaratod az választási lehetőségeket ad neked, létező opciók közötti választási lehetőséget. Oké? Tehát a szabad akarat. Mert ezzel fogsz találkozni, hogy szabad akarat van, ha hittel fogadtad el az üdvösséget, vissza kell tudnod adni. Vissza kell tudnod adni, mert van szabad akaratod. Nem tudod visszaadni. A szabad akaratnak korlátai vannak. Olyan opciók között tudsz választani, amit Isten a rendelkezésedre bocsájt. Azt mondta Ádámnak és Évának, ott van a két fa. Az életfája meg ez a fa. A szabad akarat létező opciók közötti választásra ad lehetőséget. Van egy csomó isteni kategória, ami nincs a hatalmadban. És az identitásod az egy ilyen kategória. Érted? Az identitásod egy ilyen kategória, ami nincs a hatalmadban. Megszülettél, férfi vagyok, vagy nő? Ezt ma már eszélyes kimondani, de így van. Csinálhatsz, trükközhetsz, de ez egy kategória, amit nem érintesz. Oké?
Az identitásod. Baleset ér, levágja a vonat a lábadat. Föl lehet rakni műlábakat, de vannak dolgok, amit a szabad akaratoddal nem tudsz megváltoztatni. Mik Vujčić. Kéz és láb nélkül született. Van választási lehetősége. Az, hogy siránkozik, vagy csinál a citromból limonádét. Hit és bizalom. De az identitás, amit kaptál, ez adott, ez nem tartozik a szabad akaratodba. Azt mondja Jézus, amikor az aggódásról beszél Máté 6-ban, hogy melyikőtök az, amelyik aggódásával meg tudná növelni a termetét 10 centivel, vagy egy arasszal, valami ilyesmit mond, igaz? Ki az, aki képes lenne a termetét megnövelni egy arasszal? Hát ha szabad akaratod van, ha ekkora a szabad akaratod, akkor növeld már meg a termeszedet csak egy arasszal. Ezt érted, hogy a szabad akaratunknak korlátai vannak? És az identitás az egy ilyen kategória. Nem tudod megnövelni a termetedet, és mondok még valamit. Nem tudod újjászülni magadat. Nem tudod újonnan szülni magadat. Az identitásodat nem tudod váltogatni, nem tudod cserélgetni, nincs a te hatalmadba. Mondok két ilyen isteni kategóriát, ami nincs a hatalmadba. A teremtés, Isten teremtett téged újjá, és a születés nincs a te hatalmadba. Mondhatod az életre, hogy nem tetszik nekem, én nem akartam megszületni. Jó, ezt mondta, legyen átkozott a nap, amelyen megszülettem. Legyen átkozott, visszacsinálta volna. Azt a szabad akarat, ő visszacsinálta volna. Ki csinálná vissza? Nem tudod visszacsinálni? Ha a születésedről, hogy megszülettél, nem te döntöttél. Ezt érted, hogy a szabad akaratnak vannak kategóriái. Nikodémus már az újjászületésről ezt kérdezte Jézustól, hogy hogyan születhetik újra az ember? Hogyan születhetik? Hát Nikodémus azért kérdezte, mit csinálják? Én hogyan tudnék születni, ha már egyszer megszülettem? Hogyan? És Jézus azt mondta, hogy sehogy. Te sehogy. Hát te szabad akaratod nem elég rá. Te sehogy. Tudod, mit mondod? Jézus azt mondta, a görögben ez van, szükséges felülről születned. Szükséges újonnan születni. Ha megnézed a görögöt, szükséges felülről születned. Szükséges Istentől születned. Te Istentől születtél. Érted? Az angyal odament Máriához, és azt mondta Máriának, hogy ami a te méhedbe fogan a szent, mert a Szent Szellem árnyékol be téged, és a Szellemtől születik. Érted? Te Szellemben újjászülettél a Szent Szellemtől. Ő szült téged újjá. Fölülről születtél. Ezért te szent vagy. Van egy új identitásod, ugyanúgy, mint Jézus. Ő azért volt szent, mert fölülről született. A Szent Szellemtől. És te a Szent Szellemtől születtél. És a születésed egy ilyen kategória. A szüleid döntötték el, hogy megszülettél ebben a világban. Nem te, és nem tudsz vele semmit csinálni. Nem tartozik a szabad akaratod hatókörébe. A szüleid döntöttek róla. És Szellemben megszülettél, és ez egy isteni kategória, a Szent Szellemtől. Tehát ha megszülni nem tudod magad ebben a világban, pláne nem tudod magad újjászülni. Na most, ha újonnan szülni nem tudtad magad, Nikodémus nem tudta, hogyan születhetnék? Azt mondja Jézus neki, szükséges fölülről születned. Ha újonnan nem tudtad szülni magad, akkor pláne nem tudod régivé szülni magad. Pláne nem tudod régivé szülni magad. Nem tudsz teremteni, Isten teremtett újjá, és ő tud újjá szülni. Vagy megteremted azt az embert benned, magadban, te, akiről az ige azt mondja, hogy elmúlt, vagy újra kéne szülessen benned a régi ember, és meg kéne halljon az új ember, aki egyenlő Krisztussal. Ez szükséges ahhoz, hogy a te régi embered ítéletre mehessen. A születés egy olyan esemény, amit nem tudsz te létrehozni, és a születésed által jön létre az identitásod. Az új identitás így jött létre, hogy újonnan születtél. Ez valami, ami számodra érinthetetlen. Úgyhogy új teremtés vagy, ha régi elmúlt, és íme új jött létre. Egy élettél Krisztussal, Krisztussal egy vagy. Azt mondja valahol Pál apostol, azt mondja, hogy ti pedig mindnyájan a Krisztus testének a tagjai vagytok. Avagy részekre szakítható el Krisztus? Tehát még részekre se lehet szakítani, még pártoskodni sem lehet.
nem kimetszeni Krisztusból valakit, aki már a Krisztusnak a tagja. És ha ez ilyen ámulatos, ilyen hihetetlen ez a valóság, ami létrejött, egy új valóság, akkor mi a mi felelősségünk? Csak van felelősségünk, nem? Hát, hogyha ilyen, az üdvösség ennyire ingyen van, meg ennyire biztos, meg ennyire el nem játszható, akkor hogy fogjuk kordában tartani az embereket? Mit fogunk nekik mondani, hogy azért vigyázz, jól vigyázz, mert a jó Isten figyel, jól vigyázz, csináld ezt, csináld azt, tarts ki, higgy. Figyelj csak, ez egy régi iskola, 2000 évvel ezelőtt lefutott. Római levelet olvasd el. Páltól ezt kérdezték mindenhol, akkor vétkezzünk? Most, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hogy nem rajtunk múlik, akkor vétkezzünk. Figyelj csak, a viselkedés nem a félelem miatt van, hanem az új identitás miatt. Az ember mindig úgy él, és úgy viselkedik, amit gondol saját magáról, hogy ő kicsoda. Oké? Ez megvan? Amit legmélyebben hiszel magadról, hogy te ki vagy. Amit legmélyebben hiszel magadról, az ember úgy él és úgy viselkedik. Millió pszichológiai tanulmány született erről. Millió pszichológiai tanulmány, hogy egy gyereknek az én képe, az önbecsülése, az én képe, a megértése arról, hogy ő kicsoda, a gyerekkorának az első néhány éveiben kialakul, ami determinálja az életét, ami determinálja. Már a megtérésre sem a félelem vezetett. Azt mondja Pál, téged az Isten szeretete indít megtérésre. Isten szeretete indít megtérésre. Akkor miért gondolod, hogy valamilyen lebegő kard, bárd, bármi motiválna téged? Cselekvésre sem a félelem kell motiválja, hanem Isten szeretetének a megismerése. János levelében azt írja, hogy aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Az nem lett teljessé Isten szeretetében. Aki fél, az nem engedte meg, hogy Isten szeretete őt teljesen betöltse. Csak ha valakiben félelem van, ha úgy érzed, hogy benned félelem van, ez egy tünete annak, hogy te még nem tártad a szíved akkorára, még nem engedted meg, hogy Isten szeretete teljesen betöltsön. Mert így folytatja utána, hogyha valakit Isten szeretete teljesen betölt, az kiűz minden félelmet. Az kiűz minden félelmet. Úgyhogy nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a szellemét. Amen. Amen.